Mint idegenvezető, akkor elkezdeném azért egy kisváros történeti alappal, mielőtt lejjebb megyünk, és rögtön itt állunk a nagy körúton. Azt gondolom, hogy különböző évszámok fognak elhangozni ebben a mondjuk másfél órában, amit együtt töltünk, de azért egy kulcs dátum az mindenképpen 1873, amikor Budát és Pestet egyesítik. Az 1870-es években határozzák el, hogy a körutat kiépítik. Ezt hogy hívták ezt a szakaszt régebben? Most Szent István, Lipót, így van. Szent István halálának ezredik évfordulójára, ugye? 900. bocsánat, a számokkal mindig hadilában álltam, tehát 900. évfordulójára nevezték át ezt a szakaszt, és nagyon különleges Magyarország 20. századi történetében, hogy azóta nem is változott meg ez a név. Miért áll itt Kalambó hadnagy? Ez a következő kérdés. Peter Falk, ugye az a városi legenda, hogy Falk Miksa, neves újságíró, dédunokája, Peter Falk, amerikai színész. Ez igaz vagy sem? A magyar származás az valahol igaz, az nem igaz, hogy Falk Miksa dédunokája lenne. Kolodko Mihály, egy ungvári szobrászművész, Kolodko. Tele van a város az ő szobraival, ezek gerilla szobrok, vagyis nem hirdetik meg, hogy most szobrot fogunk avatni, hanem ő elkészíti, mindig ilyen aprócska szobrok, és egyszer csak megjelenik a város valamelyik pontján. Falk Miksa többek között a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt Deák Ferenc javaslatára. Széchenyi István bizalmasa is volt a döblingi időszakban, például Széchenyinek sok írása Falk Miksa kezén ment keresztül. Még egy fontos személyiséghez kapcsolódik, egy gyönyörű hölgyhöz. Sziszíről, Erzsébet királynéről beszélek, aki itt is van ezen a könyvön. Magyarra tanította Erzsébet királynét. Galériás negyedben vagyunk, mióta vannak itt a galériák? 30 éve, nagyon jó. Az ember, legalábbis én régen úgy képzeltem, hogy ez valami nagyon régi hagyomány. Nem. Az egyetlen bolt, ami valóban visszanyúlik arra az időre, az a Báv a sarkon, az volt az első. Ez a 13-as szám, ez egy sarokház, úgyhogy ahogy megyünk majd tovább, rálátunk az egész épületre. Azért szeretném, hogy innen pillancsunk rá, mert bemegyünk a belső udvarába. Ez az egyik példája a szecessziós építészetnek itt a környéken, és akkor megint egy kisváros történet, ugye ezt az egész területet az 1910-es években parcellázzák. Előtte, képzeljük el, említettem a város egyesítést 1873, abban az időszakban itt még gyárak állnak. Ez abszolút külváros. Önöknek jobb kéz felé van a belváros, a Lánchíd, a parlament, tehát az emberek nem is gondolják nagyon sokáig, hogy ennyire fog terjeszkedni a város, hogy még innen is mennie kell a gyáraknak. Fodor Gyula több mint 30 bérházat épített szerte Budapesten az első világháború kitöréséig. Tehát ő aktív valójában a 20. század elején volt ez az építész. Maga az üzlet 31 évvel ezelőtt, a galéria 31 évvel ezelőtt alakult meg. Kezdetektől fogva az volt a galériánknak az arszpoétikája, hogy elsősorban az iparművészetet mutassa be, tehát egy inkább a lakberendezés irányába mozdultunk meg. Az volt a elgondolásunk, hogy a szerény hozzáadott hozzáértésünkkel segítsük azokat, akiknek van egy jól kialakult ízlésviláguk, de esetleg szakmai ismereteik nem olyanok, mint a muzeológusoké, és őket próbáljuk valamilyen tanáccsal és egyéb jó dolgokkal segíteni. Szeretettel köszöntöm a kedves látogatóinkat itt a Montparnasse galériában. A Montparnasse név, a francia név arra utal, hogy az üzlet tulajdonosa Franciaországban élt, ott nyitotta az első ilyen régiség üzletét, ott szerette meg az Art Deco-t, és Magyarországra visszatérve akkor itt is folytatta ugye így a régi bútorokkal való foglalkozást,
És itt volt is egy ilyen piaci rés, mert hogy a francia, kimondottan a francia Art Deco bútorokkal Magyarországon viszonylag kevesen, mondhatnám, senki sem foglalkozott, főleg nem ennyi mennyiségben. Kicsit nehéz azt a jó hűvös pincét elhagyni, de tegyük mégis meg, és a Montparnasse vár mindenkit vissza. Igen, nagy szeretettel. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek, végigjöttek. Reméljük, hogy még az ősz során lesz ilyen lehetőségünk, hogy személyesen találkozunk.